Várjál. Ja. Sziasztok. Ugye most a tetoválásokról beszélgetünk, igen. Ülök a napon, ez az én napom. Sörökkel a kézben, a lábamat lógatom. A nem veszélyez engem, semmi nem stresszel. Nagy kövén csokkát füstölök ezzel. Én nagyon régen kezdtem szerintem Laci barátommal együtt a tetoválást. 90-es évek legelején, annyira legelején, hogy 90-ben. Szopornyica, tehát a kutyák ezzel ellen kapnak oltást. Egyébként egy sárkánynak készült, egy kínai sárkány, nem amiből szopornyica lett. Nem is tudom, hogy betegség, vagy csak függőség, hogy egyre többet, többet, és akkor még egy ideig otthon dugdosni kellett, akkor a pólót próbáltuk húzogatni, csak fölül volt. A anyuk, amikor ezt megláttak, azt mondja, úristen, bűnöző, ukrán bűnöző lettél, kisfiam, holnaptól nem laksz itt, és kin lesznek a bőröngyeid, aztán persze nem voltak kint. Akkor az volt, hogy akinek tetkója van, az egy sittes állat. Mindenki barátja, mint a szó, fátó, mint a szó. Koncepciózus vagyok, átgondolt, mint az életben. Mindig meggondolom, hogy mit csinálok. Tudom, hogy Scooby-Doo-t kérek. Vagy pedig egy akármit, egy nagy pinát. Nem, hogy közösen csináltuk, egymásra tetováltuk. Hulla részegen mezőtúron egy fesztiválon. Ugyanazzal a tűvel, gumikesztyű nélkül természetesen. Persze úgy volt, hogy másnap fölkeltük, és oly, valamit fáj. Jézus, egy tetkó! Most már hallhatjátok, hogy mi vár rám a tetoválók éjszakáján. Igazából nincsen tetoválásom. Nagyon-nagyon férfias tetoválást szeretnék magamnak. Ide egy gyönyörű cseresznyét akarok ide meg egy delfinkét. Csapatás, vedetés, mullatás, vedelés, fontos az arány, jó legyen a keverés. Egy tigris fejet tetováltottam a vállamra, amit minden mai napig nem tudom megmondani, hogy miért. Az Esszókúton volt az a tigris fej a szájában a rózsával. Na, én azt a képet próbáltam elkarmolni, és kifotoshoppoltam a szájából a rózsát, és az lett farkas karcsi az elmet, és mondtam, hogy ezt szeretném, és mondom, hogy de remélem csak nekem lesz karcsi. Azt mondta, nyugi, én mindig csak egyszer varrok föl egy tetovás, utána dobom a kukába. Két hét múlva ilyen 64 emberrel láttam az első tigris, kurvára örültem. Tetoválók éjszakára mi leginkább azzal készülünk, egy fergeteges lemezbemutató koncertet fogunk adni, mert hogy nem régen megjelent az új kárta lemez, Laci be is úsztatja oldalon nagyon vékonyan, finoman, hopp, megérkezett a lemez, ez az hatalmat a népnek, megfordítja Laci, és őt írtózatosan jó kép is ránc, ott van, hopp, júj! Az a Kártel együttes. Három zeneszerzővel dolgoztunk tulajdonképpen, és a Piero zenei rendezte az albumot. Nagyon király lett, színes, marha jó. Én nagyon meg vagyok vele elégedve. Tetováló szalon tulaj révén azért valamennyire tisztáljuk, hogy mi lesz itt. Jötven tetoválóit hoznak mintákat magukkal, és akkor kitalálják, hogy ők mondjuk, mit tudom én, Bud Spencer portrét akarnak tetoválni. Arra jelentkeznek emberek, és akkor rájuk varják. Szóval igazából most itt a tetoválók döntenek itt, hogy mit akarnak tetoválni, nem a kuncsaft kéri. Biztos, hogy óriási hepaj lesz. Ez jó, mert... Tetováló egy kurva jó zenekar, meg a Hooligans. Igen.